Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Sziasztok! Szép estét! Namaste! Ez itt az igazi Dopeman TV. Benne a Doperatív és a Törzsfej Laci király a guru, akiben csalódni fogsz. Ha még nem tetted volna, akkor iratkozz fel az igazi Dopeman TV YouTube csatornájára. Like-od, vagy dislike-od, és kommenteld annak a tartalmait, ízlésed vagy ízléstelenséged szerint, de mindenféleképpen nyomjál a kis harangra valamelyik ujjaddal, és oszd is meg a tartalmakat. Támogasd a tartalomgyártást a www.patreon.com/ az igazi Dopeman TV oldalon, vagy pedig PayPal, esetleg banki átutalás formájában. Rendelj Zenergyt, magyar termék, egészség, egzotikus ízű frissesség, kájpirinja íz, matetea, zöldtea, ginzeng, lájmlék kivonat, magnézium, citromfű, nagyon magas C-vitamin tartalom, diétás, 100 millibe 19 kalória, ez a te üdítőd. Ha meg akarod tapasztalni a zen meditációt egy ízlelés formájában, kortyolj bele egy Zenergybe, rendeld meg a www.zenerge.hu oldalról, vagy pedig kattints rá az zenerge.hu oldalon a viszont eladók listájára, támadd meg valamelyiket, és tedd a magadévá. Hogy ezt hogy oldod meg, nekem mindegy, kifizeted, ellopod, bár a lopás annyira nem jó, mert tudjuk, hogy lopni, megyünk lopni, a pityinge, meg várdi, de rossz karma, tehát inkább fizest ki, de akárhogy is fogy el a boltokból, az biztos, hogy nálam újra rendelik. Ebből meg lesz a holnapi cikk, hogy Dopeman lopásra buzdította a nézőit. Szerencsé, hogy még csak 27-en nézik, de holnap, hogyha YouTube-on már csomóan nézik, akkor még többen látják ezt is, akkor majd. Lehet ebbe egy fasza újságcikket csinálni, és hát természetesen valamilyen módon összekötni Don Vétóval, Vittoriánusszal. Na most fönn vagyok a TikTokon, tessék ott is bekövetni. Elindítottunk Fruzsival egy újabb videószériát, ez leginkább a TikTokon megy, illetve a Facebookon, Instán, a YouTube-on nem. Fönn vagyok a Instagramon, ott a szép lányok követnek meg, a szép férfiak, egy szép embert. Ahogy így nézem, egész szép ember vagyok. Ez az, amikor a belső tartalom az összhangban van a fizikummal, a fizikális külsővel, és a 3D tükrözi a belbecset, ez vagyok én, a 8. kerületi rém. És fönn vagyok a Twitteren, vagy X, Redditen, van egy külön bejárat, Dopfiber mafiám, Instagram, Threads, meg minden, amit el tudtok képzelni. Úgyhogy kövessetek, és nézzétek meg a dalaimat, mert vannak számosan, például a legutolsónak az a címe, hogy Cigi meg Hell. Az a dal sokkal fontosabb, mint ányan megnézték, és a videoklip egy remek alkotás, mégpedig Mocsár Gyuszi Junior alkotása. Ő forgatta a klipet, ő vágta, ő színezte, ő utómunkázta. Fantasztikusan tehetséges a srác, egyébként együtt dolgozunk a Dophitelben, tehát ha nem megy a hitelügyintézés, vagy az aktív bárlistádat szeretnéd kiváltani, mellé szabad felhasználású hitelt fölvenni, jelzálog fedezette, vagy személyi hitel formájában, akkor keresd minket a www.dopehitel.hu oldalon. Ezeket azért mondom el, mert a Puzsér ezzel szokott fikázni, hogy hajker, dophitel, energiaital, meg minden. Tudjátok, tök érdekes, hogy egy csávó fikáz egy másikat azért, mert dolgozik. Tehát, hogy arra mérges, hogy én melózok. Mi? Ez gáz, ciki, nem? Ciki, hogy az ember dolgozik, vállalkozik, és adóforintokat fizet be a költségvetésbe, amiből a kuvasznak gyógyszert írnak fel, ha éppen elgurul neki. Biztos, szarember vagyok én, hogy elkezdtem dolgozni, és vállalkozok is. Munkahelyet teremtek, meg egy csomó más folyamatot elindítok, aminek kapcsán mások is jobb helyzetbe kerülnek. Mocskos dolog a munka. Nem egyezik a buthával. Tudom, a buthával, ott nem lehet hitelt ügyintézni. Aki a buthával törekszik, az
Ilyet nem tehet. Tulajdonképpen, ha szigorúan vesszük azt, hogy aki a Buddhával vagy Jézussal törekszik, az mit csinálhat, azt elmondom nektek, hogy leginkább a száját sem nyithatja ki. Csak szépen mosolyogva szemlélődjön. Úgyhogy van dolgom ezzel magammal is, ez 1100, csak azért mondom ezeket el, és most az ingatlan közvetítésbe is belefogtunk. Nagyon komolyan foglalkozunk az ingatlan eladásával, hogyha valaki megbíz minket. Tehát ha szeretne különleges eljárást, esetlegesen segítséget az ügyvédintézésével kapcsolatban, a bankhitelügyintézéssel kapcsolatban. Tehát egy ilyen teljes körű szolgáltatást csinálunk, és közben még ugye, aki vásárolja az ingatlant, azért ritkán van ilyen élmény, hogy egy dopennel jársz lakástúrán. Nem? Kelet vagy nyugat? Ez itt a kérdés valóban? Diktatúra, jogállam, demokrácia, királyság, stb. Környezetvédelem, környezetpusztítás, melyik úton menjünk, hova induljunk, vajon hova jutunk, ugye? Miért izgalmas ez a kérdés számomra? Azért izgalmas, mert valamikor még az év elején néztem egy Csat.2-t a ATV-nek az adásán, ahol a Nagy Józsi volt a vendég, a 24.hu-tól, és a vita partnereit ő állította ilyen sarkosan szembe ezzel a kérdéssel, hogy most Magyarország kelettel szövetkezzen, vagy nyugattal szövetkezzen, és egyébként is ez a közbeszédben folyamatosan felmerülő kérdés, hogy kelet vagy nyugat, demokrácia vagy diktatúra, fejlődő világ vagy fejlett kapitalizmus, és a többi, és a többi. És folyamatosan ilyen paradoxonokat látok, tehát ilyen rendszerkritikákat látok, meg döntéskritikákat látok, meg vonalvezetés kritikákat látok, de végül is, ha ellenzéki, ha a kormány oldali, ha szuverenitás oldalról közelítik a dolgokat, és fejtenek ki véleményeket, előbb-utóbb mindig egyfajta önellenmondásba fullad a történet, és el szeretném tisztázni, hogy miért, hogy mi a baj a világgal, és mi a baj úgy Zuzámen a rendszerkritikával, és hogy hova helyezzük a rendszerkritikát, és hova helyezzük azokat, akik rendszerkritikát vagy rendszer elemzést adnak, többek között engem is különben. Tehát erről szeretnénk nektek beszélni, egy kicsit felkapcsoljam a villanyt a fejekbe, hogy ráébredjetek, hogy mi a fasz folyik itt, és ezáltal talán megnyíltok a többi embertársatok felé, és hogyha gyökeresen nem is változik meg a szemléletetek, vagy a másikhoz való közelítésetek, de ennek ellenére picit rálátok arra, hogy mi a sztori igazából. Tehát először is, hogy kelet vagy nyugat, bal vagy jobb, és ez most kőkemény buddhista ismeret, elmélet, de keresztények számára is ajánlott, és mindenkinek, aki szeret az élettel kapcsolatban gondolkodni. Tehát a kelet vagy nyugat, mindkettő teljesen relatív fogalom. Egy egységnek képezik a részeit, tehát egy halmaznak a részei. Most alapvetően ezek irányok, ugye, nyilván politikai berendezkedések is, hogyha ilyen véleményt alkotnak emberek, de ami a lényeg, hogyha eleget mész keletre, akkor eljutsz nyugatra. Ha eleget mész nyugatra, akkor eljutsz keletre. Van, hogy kelet felé haladsz, de az igazából nyugatra van. És ez egyébként jellemző a politikai életre is, tehát a ballal, a jobbal, rengeteg az átfedés, rengeteg az átvett elem, és egyáltalán a különböző kultúrák, a vélemények, az eszmék, az elvek ki sem tudnának alakulni a másik nélkül. Tehát egy
Hiába próbáljuk szeletelni a valóságot, a valóság attól még valóság marad, az egy egység marad, és mi az egység részeit akarjuk egy egésznek, illetve tehát egy egésznek a részei, és attól az egész egész marad, és mi az egységeket akarjuk egészként kezelni. Tehát a balt a jobbtól külön akarjuk kezelni, a keletet a nyugattól külön akarjuk kezelni, holott ezek összefüggnek. Összefüggenek, és egymás nélkül nem is léteznek. És a kialakulásuknak kőkemény feltétele, hogy a másik legyen. Akkor is, ha viszony mondjuk átmenetileg ellenséges, vagy hosszantartó háborúkkal jár, még a háború is arra való, hogy a kapcsolatot ápoljuk egymással, tehát a kapcsolatot fenntartsuk. Bocsánat, egy kis türelmet kérek, ez nagyon jót tesz az adásnak. Bekapcsoltam a fűtést, de szerintem itt nálam a fűtés már lassan leáll, kurva meleg van, és egész télen alig fűtöttem, mert nem szeretek fűteni, de most már meleg van, és elkezdtem kimelegedni, és nem akarok itt leizzadni, mert a vízzel is takarékoskodni kell, és én ma már kétszer fürödtem. Persze természetesen nem vagyok rest lefürödni újra, hogyha kimelegszem. Jaj, de szép ember vagyok, bazeg. Helyeseljetek, hogyha szépnek gondoltok. Tehát ami a lényeg, hogy ezek egymás nélkül nem léteznek. Hogyha történelmileg is megfigyeljük az egész gyarmatosítást, észak-dél, szintén kelet-nyugat, fejlett világ, fejletlen világ. A fejlett világ fejlettségének előfeltétele, hogy az által fejletlennek tartott világnak a forrásait ugye fölhasználta, kimerítette, és a maga javára fordította. Nincsen a világ, nincs egy egységes világ, nem képes részekre bontva, elkülönítve működni. Mikor teljesen el vagyunk különítve egymástól, akkor is együtt működik a világ. Tehát a tér a különböző összetevőket, azokat összeköti. Tudom, hogy ez picit filozófikus, de ahhoz, hogy megértsük, hogy működik a világ, ezt kénytelen vagyok kifejteni. Tehát amikor valaki ilyen sarkos, markáns álláspontokat mond ki, hogy ezekkel nem, ezekkel igen, ez egyrészt történelmi távlatokból nézve kiderül, hogy azért ez nem így van, mert a történelmi távlatokban előbb-utóbb mindig találunk egy pontot, ahol ez, akivel nem, azzal igen, és akivel igen, azzal nem, de van úgy, hogy minden együtt, és aztán meg teljesen külön, de ettől a együttműködése a világnak, az folyamatosan zajlik. Tehát ahhoz, hogy a világ működjön és létezzen, ahhoz együtt kell működnie, akár ellentétes működésbe, ellenhatások által, vagy pedig összefogásba, konszenzusok mentén. A működés így is úgy is együtt valósul meg. Mint ahogy bal kezem van, jobb kezem van. Bal fülem van, jobb fülem van. Két szemem van. Tehát ugye a dualista látásmód az olyan az egész, például a politikában a bal meg a jobb oldal, meg a Orbán ellenes, meg az Orbános, vagy a Gyurcsány ellenes, meg a Gyurcsányos, az olyan, mintha itt vagyok én, ez a szép ember, ez a szép, lassan 50 éves ember, és a két szemem az azzal tölteni az időt, hogy egymásra nézve szídná egymást. A két orlukam összeveszne, hogy melyik vehet levegőt. Tehát azt képzelnék az orlukaim, hogy ha a bal orlukam nem kap levegőt, akkor a bal megfullad, és a jobbik nyer. Holott, ha a bal orlukam nem kap levegőt, és csak a jobb, akkor az egész világ működik nehezebben, de ettől működik, és valahol előbb-utóbb a balba is be fog ugye valahogy szivárogni a levegő. Magyarán, amikor ilyen totálisan, sarkosan szembeállnak egymással figurák, akkor vagy oldalak, vagy eszmék, vagy elméletek, akkor tulajdonképpen vakságba vagyunk, nem tudásba vagyunk. De azért volt jó, amit az Orbán mondott, hogy ne felejtsük el, hogy az ellenzékben lévő a hontársaink azok is magyar emberek. Tehát, hogy
És őnekik sem szabad elfelejteni, hogy ezek is magyar emberek, de egyébként a magyar embereknek nem szabad elfelejteni, hogy a szlovákok, meg az ukránok, azok is emberek, és az ukránoknak sem szabad elfelejteni, hogy az oroszok emberek, és az oroszoknak fordítva nem szabad elfelejteni, hogy az oroszok is emberek, és az amerikai embereknek tudni kéne, hogy amikor mahinálnak más országok embereivel, akkor ők is emberekkel játszanak, és emberek sorsait alakítják ilyen vagy olyan módon. Tehát ezt kell megérteni, hogy nincs kelet vagy nyugat, nincs bal vagy jobb, egy bizonyos, és itt a szint szó talán nem helyes, de egy bizonyos szinten túl meg kell érteni, hogy itt egy összetartozó egésznek a részecskéi küszködnek egymással, mint hogy az ember maga is egy univerzum. Ti mind azok vagytok. Tehát, ha belegondoltok, akkor folyamatosan a halálnak és a születésnek vagytok a táptalai. Egyfolytában több milliárd sejt pusztul el, és több milliárd születik. És ha azok nem pusztulnak el, akkor nincs hely a születő sejteknek. És benne a szervezetetekben, a gyomrotokban egy kohó működik, ami ugye emészti meg a kaját, mikroorganizmusok küzdenek, harcolnak egymással, vírusok, betegségek, baktériumok jönnek be, a immunrendszer küzd velük szemben, és a többi folyamatosan háború zajlik a testetekben is, közben kívülről pici élőlények esznek benneteket, belülről is esznek, de valahogy mégis az egyensúly fenntartódik. Persze nem mindegy, hogy te mit teszel azért, hogy ez az egyensúly megmaradjon, hogy tartod fönn az immunrendszeredet, tehát a saját egyensúlyodat. Az embernek, az emberi lénynek is belül egyensúlyra kell törekedni. Magyarán ugyanez van a közélettel, a politikával, aki nagyon szélsőséges állásponton van, az előbb-utóbb kudarcos tapasztalást fog megérezni, mert az egyensúly visszaállása számára nagyon fájdalmas lesz. Tehát például, amikor valaki azt mondja, hogy ő szélsőségesen közép, abból is szenvedés lesz, mert ő olyan szélsőségesen haragszik mindenkire, hogy az előbb-utóbb visszacsapódik. Szóval, amikor azt mondjuk, hogy kelet vagy nyugat, hogy ez lenne a dilemma, egyáltalán nem ez a dilemma. Hogy kelet vagy nyugat, itt nem kell vagyot tenni, nincs vagy. Egy bölcs, helyzetét jól felmérő társadalom, és abban a működőképes emberek, azok úgy állnak a világhoz, hogy minden jöhet, ami építő jellegű. Mindegy, hogy honnan, mindegy, hogy kitől, egy a lényeg, olyan kapcsolódások szülessenek, amik a működést segítik. Magyarán a mostani világban, ami egyébként is kinyílt minden irányból, mindenhol, minden kapcsolati rendszer nyitott, és mindenki kapcsolatba áll mindenkivel, ott barátságokat kell építeni. És minél több barátod van, vagy minél több baráti viszony tápolsz, annál működőképesebb az élet. Úgyhogy nem ez a dilemma. Mi a dilemma? Amit például mi élünk meg. Más világrészeken más dilemmák vannak, legalább ilyen súlyosak, vagy válságok születhetnek, de mi itt a mi dilemmánkkal kell foglalkozunk, hogy mi a mi dilemmánk, mert ugye mi folyamatosan azt a rendszert kritizáljuk, amiben mi élünk, és erre keressük a válaszokat. Sokszor jobboldali, sokszor baloldali, sokszor zöld, sokszor progresszív, sokszor konzervatív szemszögből. Sokszor pedig a szélső középről. Fogalmazzuk meg a kritikát. De mi a baj ezekkel a kritikákkal? Ugye vannak olyan figurák, mint például Schiffer, vagy az LMP, akik ilyen kapitalizmus kritikus gondolkodók, meg pártok, meg ugye most jön a digitális rabszolgaság, meg a KP,
meg az erőszakos környezetvédelem, és a többi, a zöld autó, az elektromos energia, az akkumulátorgyárak, akkor legyen környezetvédelem, akkumulátorgyárak, zöld autó, de közben maradjon tiszta a víz. Tehát értitek, folyamatosan zajlik egyfajta kritika és egy háborúskodás. Természetesen ez leginkább a különböző platformokon, videós beszélgetések, podcastek formájában zajlik, és az élet meg úgy megy a medrébe, ahogy a irányvonalakat meghatározzák. Szóval vegyük például ezt a zöld kritikát, mert most ez a leghangosabb. Hát nem akarom játszani az orákulumot, megteszik azt mások nagyon sokan, de kb. 2016-17 táján, amikor mi már a dóphitelt üzemeltettük, akkor benne megfogalmazódott az, és akkor már kezdték hozni az elektromos autókat, meg hogy ez lesz az új nagy forradalom, és hogy mennyire környezetvédő lesz, meg minden, hogy megfogalmazódott bennem az, hogy ez egyáltalán nem arról szól, hogy környezetvédelem van, meg kell menteni a földbolygót, stb. Hanem ez arról szól, hogy a nyugati ember számára, és ebbe beletartozik Magyarország is, meg a magyar ember is, tehát a nyugati kultúrában olyan gyors tempóba kapcsolt a kapitalizmus, és ez már akkor is így ment, tehát már 8 évvel ezelőtt ez már így volt, tehát az internetnek a térnyerésével, a szociális hálóval, ezzel a fajta médiával, amit megy, a platformokkal, a közösségi médiákkal, ugye olyan tempóba kapcsolt az internet, és ez annyira felgyorsította a fogyasztói kapitalizmust, ugye a folyamatos ingerület áramlás, tehát ezt látni kell, hogy a mai világ legfontosabb problémája, a legnagyobb problémája az, hogy egész egyszerűen az emberi lényt egy túlfűtött állapotban tartja. Ez mindennek ez a gáza. Az emberi lény túlfűtött állapotban van, tehát amíg évszázadokon, évezredeken keresztül le tudták élni az életet egy kapcsolatba, föl tudták nevelni a gyerekeket. Persze mindig volt anomália, mindig volt probléma. Amíg időtálló eszközöket készítettek, amíg az volt érték, ami megmaradt, ami hosszan fenntartott egy biztonságos létezést, addig ugye a biztonság illúziójának kergetése még mindig megvan, de a fogyasztói kapitalizmus oda-vissza hatása, az internet felgyorsulása az embert is egy túlfűtött ingerület vágyó, folyamatos ingereltség állapotára törekvő üzemmódba kapcsolta, és az eddig működtetett kapitalizmus az már unalmassá vált. Tehát egész egyszerűen túl nagy lett a jólét, egyébként ezzel jöttek a jóléti egészségi problémák, meg egyébként ugye funkcionális analfabetizmus, meg az összes többi, tehát a pszichés betegségek, a tudatlanság és a többi, tehát nehogy azt higgyük, hogy a mostani ember a sokkal okosabb nagy tömegben, mint az ősember volt, annyi a különbség, hogy van neki varázsdoboza, és tudja rajta nyomkodni a gombokat, tehát ennyi történt, de egy túlfűtött állapotban került ez a dolog, és már a megszokott létezés nem nyújtott elég izgalmat, ingerületet ahhoz, hogy ki váltsa az embereknek az együttműködését ebbe a pörgésbe. És ha megnézitek, el is kezdtek áramlani a különböző világvége teóriák. Világvége, ezen mindig nevetnem kell, mert mikor valaki meghal, akkor neki abban a formában vége a világnak. Tehát egyszer jó lenne beszélgetni valakivel, akinek a számára véget ért a világ. Meg például, hogyha spirituálisak vagyunk, és jön egy atomapokalipszis például, hogy a szellemeket mondjuk egy atombomba robbanása az hogy érinti.
Mert például lehet, hogy a szellemvilág az párhuzamosan tök jó kell mászkálnak ugyanúgy. Csak kicsit sivárabb lesz a mozi, amit néznek, mert ugye az atomrobbanás az elsősorban a fizikális együtthatókat szünteti meg, és a benne levő ugye, transzcendens tényezőt, vagy tudatiságot, vagy lelket, vagy bármi mást, azt ilyen módon nem érinti, tehát a lelket nem tépi szét. Vagy legalábbis nem tudunk ki erről. Tehát a rezgés az nem fog elmúlni, rezgés az lesz valamilyen formán. Tehát így nem lesz vége a világnak, amit gondolnak az emberek, hogy mindennek vége. A rezgés valamilyen formában megmarad, rezgés lesz, de mindig van világvége. Mint ahogy mondtam, ugye sejtek is meghalnak, születnek. Nekik vége a világnak. Mikor meghalok, számomra ennek a világnak vége van, valami új világ veszi kezdetét. Ha szellemként vándorlok tovább, nem tudom, melyik szellem lesz, aki tovább vándorol, pici babalaci, vagy az, aki éppen meghalt, vagy melyik állapotomban megyek tovább, ez majd kiderül, de az is egy új világ kezdete. Szóval, ha megnézitek, elkezdtek áramlani a világvége teóriák, a környezetvédelem, stb., és akkor jött az elektromos autó, meg az ilyen kutatások, meg minden, és nekem ez már akkor se volt ilyen módon nagyon szimpi, most se az. Tehát én nem gondolom, hogy a elektromos autózás megmenteni a környezetet, meg hogy van olyan energiakitermelési mód, ami majd az embert egy katasztrófa biztos világba jutatja el. Szóval az az igazság, hogy mikor azt mondják, hogy az atomerőmű az egy biztonságos energia, gyerekek, ilyen nincsen. Szóval a tektonikus lemezek mozoghatnak úgy, meg lehet olyan földrengés, meg lehet olyan becsapódás a földbe, ami az atom erőművet éri, nem ilyen katonai támadás, hanem egész egyszerűen úgy dönt az univerzum, a súrlódás, az együttműködés, hogy történik egy ilyen. És akkor bizony jön egy olyan probléma, amivel akkor szembe kell nézni, és akkor sok kis sugárfertőzött fog mászkálni. De vonatkozik ez a szénerőműre, a olajkitermelésre. Tehát nehogy azt higgyétek, ez, így gyártjuk magunknak ezeket a dolgokat, aminek vannak számunkra kényelmi tényezői, de ettől függetlenül ezek magukba hordják mind a folyamatosan veszélyforrás. Tehát ki az, aki megírja, hogy a Föld egyébként az alatta levő lemezek azok hogy fognak mozogni? Vagy éppen hol tör ki majd egy vulkán, amiről nem tudunk? Vagy melyik kontinens hol fog leszakadni a másikról? Mert volt ilyen, hogy kontinens leszakad, tehát ez előfordulhat bármikor máskor is. Tehát ha annyira nagyon szeretnénk a gyerekeinket, akkor ugye nyilván a környezettel nagyobb egyetértésbe dolgoznánk azon, hogy tudjuk fönntartani azt az életformát, amit szeretnénk, de majd erre kitérek később. Szóval én már akkor is azt gondoltam, hogy ez nem erről szól, hogy meg akarják menteni a bolygót, mert egész egyszerűen újra gombolják a kapitalizmust. Ezt már elmondtam sokkal, tehát nagyon sok évvel ezelőtt, mikor még nem is volt ilyen elektromos autó forradalom, meg semmi, és igazából megágyaztak annak, hogy újra gondolják a fogyasztói kapitalizmust, mert egész egyszerűen az embereknek ez az igénye. Tehát az emberek azok nem a világ megmentésére vágynak, meg nem arról szól a játék, hogy szebb legyen a világ, és együttműködőbb legyen az egész univerzum, és kényelmes legyen a helyzet, mert ezek a folyamatok, amiben mi élünk, ezek folyton ki fogják termelni az emberi kérdéseket, a háborúkat, a betegségeket, az összetűzéseket, az újabb és újabb ipari tevékenykedéseket, amik nem fognak az irányba dolgozni, hogy nekünk a világhoz való kapcsolódásunk az működőképesebb legyen. Mert mi azt hiszük, hogy mi a világon állunk, meg mi a világra így oda pottyantunk, de nem, mi a világból nőttünk ki. Az összes összetevőnk megtalálható a világban. A felhőből lehulló esőben benne az a lehetőség, hogy az anyánk ivott vizet, meg az apánk, és tudtak közösülni mindenkin ebben, minden benne van, ami a világban jelen van,
Tehát szükség van a világra ahhoz, hogy az ember létezhessen benne a saját teremtése által. Semmi nincs, ha ennek ez véget ér, mert majd lesz valaki, aki megint magát embernek hiszi, valószínűleg meg lesz egy új helyzet, amihez majd alakul a tudat. Ha meg nem lesz, nem lesz, úgyse fogunk tudni róla. A halálhoz vezető út a félelem árnyékában nehezebb, mint maga a halál. Ki a halál völgyébe jár, az megtanul élni, és aki elfogadja a halál létezését, az az életet nyeri el. Tehát az igazi életvize az az, hogy nem rettegésben járod az utadat, hanem tudomásul veszed, hogy mi fog történni, és ennek a tudatában éber döntéseket hozol, és az együttműködésre törekszel. Úgyhogy ami a lényeg, hogy itt a kapitalizmust kell újra gombolni. És itt egy olyan gyors fogyasztói kapitalizmus van, és ez itt a mi fő problémánk, hogy egész egyszerűen itt folyamatosan pörgetni kell a termelést, mert a rendszert a folyamatos pörgetés tartja fenn. Ezért szarták össze magukat egy Covid miatt, amit szintén ez a pörgés termelt ki. Tehát ugye a tudomány az folyamatosan nyitogatja Pandora szelencéjét, és bizonyos kényelmi tényezők mellett folyamatosan szörnyűnél szörnyebb dolgokat húz elő belőle, hol egy atombomba formájába, hol meg valamiféle őrült vírus formájába, és még ne tudjátok meg, hogy ebből mi lehet. Ez egész egyszerűen így működik. Tehát, de ezt a pörgést fönn kell tartani, mert ahogy ez alább hagy, a megszokott tempó ugye elveszik. És mivel az egész társadalmunk egy ilyen drogos állapotban van, tehát folyamatosan ingerek kellenek nekünk, ezért megy így a telefon, ezért mennek így a VR szemüvegek, mert mindig kell valami inger, nem érjük be azzal, amit a világ elénk tár. Tehát nekünk már a szép ég, nézni az óceánt, gyönyörködni egy tájban, egymás kezét fogva sétálni egy réten, vagy valahova elsétálni, ezek nem élmények. Még a sportolásba, az edzésbe emberek elfeledkeznek a mindennapjaikról, de ha bementek egy edzőterembe, ott is az összes fasz, például a izéken, többek között én is, a futógépe a telefonján néz valamit. Szerencsésebb esetben, hogy filmet, vagy boxmeccset, de van olyan, aki mit tudom én, ül valami gépen, és akkor levelezik, meg ott is azt csinálja. Tehát ott sincs ott abban, amit csinál igazából, hanem folyamatosan ugye ezt nyomja, és kell is nyomni, mert ha létezni akarsz, például egy előadásba, vagy ilyen médiapályán, folyamatosan gyártani kell a tartalmat. Ha üzletet működtetsz, folyamatosan gyártani kell a tartalmat. Ha politikában vagy, folyamatosan tartalmat kell gyártani, rákényszerít a világ. Ugye egy folytában vásárolni kell, ezért folyamatosan olyan állapotban vagy tartva, hogy vásárolsz. Hát gyerekek, ugyanaz az életszituáció, mint a heroin függés, vagy a kokain függés, vagy a speed. Szóval ez ugyanaz, ahogy mi élünk. És ez a társadalom, amiben mi vagyunk itt nyugaton, meg ez a fogyasztói kapitalizmus, ez már egy kőkemény függés. Tehát ugyanúgy közelít egy aranylövés felé, egy kipukkanás felé, és az összes megerősödő deviancia, amit besöpörnek ugye az elfogadásnak az ernyője alá, azok mind ezzel járnak. Tehát ugye ugyanez a drog. Elindulsz a drogozással, és ahogy egyre erősebb lesz a függésed, fölborulnak benned a megtanult szociális együttműködésnek a törvényszerűségei, és előjön a zsigeri éned, és egyre deviánsabb lesz az emberi működéshez képest, és öltöd föl a létforgatókból az olyan lényeknek a tulajdonságait, mint az éhes szellem, a pokollakó démon, vagy az állat. És nem, tehát hogyha megnézed, a társadalom maga mindenki drogos, gyógyszeren él az egész világ. Ugye a folyamatos vásárlás is ez. Ugye a folyamatos vásárlás, egészségügy, oktatás. Tehát mikor emberek harcolnak, hogy legyen egészségügy, meg oktatás, meg kell érteni, hogy az emberek által, akik harcolnak az oktatásért, meg az egészségügyért, az a rendszer, amit mi itt építünk, annak nem érdekes sem az egészséges, sem az okos ember.
Tehát ugye pont arról beszélnek, hogy most is láttam egy kimutatást, hogy Magyarország keveset fektetett az oktatásba. És bezeg itt meg ott mennyit fektettek az oktatásba. És hallgattam is gyerekeket például az edzőteremben, hogy beszéltek, hogy bezeg Svédországba ingyen laptopot kapnak az iskolába, meg ezt is kapnak, meg azt is kapnak, meg azt is könnyű, meg ezt is könnyű. Tehát az a jobb oktatási rendszer, ahol még adnak neked az oktatási rendszerbe laptopot. Attól lesz jobb az oktatás. Tudom, a Márki-Zay Péter is ez a házat. Ettől nem lesz jobb az oktatás. Semmivel, ha mindent odaadnak a gyerekeknek, mindent a segge alá tolnak az iskolába. Nem. Ha úgy adnának laptopot, hogy azt mondanák az iskolába, hogy figyelj, kisfiam, ha elvégzed ezt a munkát, meg ezt a munkát, kitakarítjátok társadalmi munkába az iskolát minden nap, akkor használtok laptopot, és amíg ezt megcsináltok, addig kaptok, akkor van értelme is, ha laptopot csak arra lehet használni, hogy az adott iskolai feladatot elvégezzék rajta, az fasza. De az, hogy mindent adunk, annak semmi értelme, az nem vezet sehová. Tehát azért legyünk vele tisztában, hogy azok a társadalmak, ahol az oktatás erősebb volt, vagy hatott a társadalomban, az az igazság, hogy rigorózusabb felfogású társadalmak voltak, mert hatékony embereket akartak építeni. De a hatékony, bölcs ember, az nem vesz minden pillanatban valami új szart. Az nem abba keresi a boldogságát, hogy valamit vegyen, vagy valamit gyorsan egyen, ha mérges vagy kiború. Ugyanez van az egészséges emberekkel. Tehát ugye pont mint a Nyílcs is abban mondták, hogy milyen káros anyagok jönnek a Gödi akkumulátorgyárból, nem mindegy, bazd meg. Az összes kaja, amit eszünk, az méreg. Hát az összes ilyen fóliázott szarok, génmanipulált zöldségek, egyéb sok zöldséget, nyers kaját. Milyen zöldséget kapsz? Nagy lófasz az egész. Tehát semmi. Szar. Értitek? Szar, amit eszünk, bejön mellé a másik káros cucc, na bum, tegyük a másik mellé. Tehát az az igazság, hogy ez a kapitalizmus, Isten hozott, gyerekek. Hát például az a vicc, hogy gondoljatok bele abba, hogy emberek egész életeket tesznek bele abba, ebbe a rendszerbe, hogy tönkre tegyék magukat. Ugye stresszesen élnek, nem pihennek, intrikálnak, veszegednek, haragudnak, zabálnak, isznak, drogoznak, gyógyszereznek, majd utána plasztikai műtétekkel próbálják magukat helyre rakni, hogy szépen legyenek. Ahelyett, tehát az még senkinek nem jutott eszébe, hogy becsülettel, tisztességgel szépen megöregedjen, vagy hogyha tett érte, hogy leszakadjon a pofája, akkor megöregszik úgy. Hanem nem, mindenki jól tönkreteszi magát minden úton, módon, és utána próbálja korrigálni mindenféle műtétekkel. És ez már egészen odáig ment, hogy az emberek, mikor még szépek, fiatalok, tehát nem porhanyósak, már akkor is szépíteni akarják magukat, mikor még egész egyszerűen egy mosolytól szebbé válnának. Tehát nézzétek meg, hogy milyen helyzetben élünk. Hát például, amit visszasírnak most, ugye az oktatás, meg egészségügy, meg jó kaja, meg minden, hát igazából gyerekek, mindenki, itt például Magyarországon, amit elvárnak, az mind a szocializmus. Tehát akik, ez is egy paradoxon, hogy amit a nagy demokráciában a demokraták, a jogállam, meg minden elvárnak, az egy szocializmus. Az a Kádár rendszerben volt, hogy te náthás volt, és jött a körzeti orvos, és megvizsgált a lakáson. Meg elláttak mindennel, meg mindenkinek adtak munkát. Ez a szocializmus. Meg jó volt az iskola rendszer. Minden magyar gimnázium erős volt. A főiskolák, egyetemek világhírűek voltak. Ugyanez vonatkozik a Szovjetunióra, gyerekek. A vörös diploma az egyenértékű volt egy harvardi vagy oxfordi diplomával. Semmivel nem volt gyengébb vagy rosszabb. Halálra kaseroltak valakit, ha vörös diplomája volt, nyugaton is. A legkomolyabb szakemberek, tudósok voltak az oroszok. Ugyanígy a kínaiak is. Tehát, hogy amit itt sírnak vissza progresszív ellenézékiek, ez a szocializmus, de ez meg fenntarthatatlan, mert ugye az az embertömeggel, ami létezik a Földön,
egy művi, egy mesterséges fenntartás, tehát a kapitalizmus egy szabados, szabad piaci megoldás működőképes, nem úgy, hogy szabadság, testvériség, egyenlőség, mert olyat nem tudsz csinálni. Különböző készségeinket kerekítjük, de mondjuk szabadság, testvériség, esélyegyenlőség, ez már működőképes, hogy mindenkinek legyen lehetősége törekedni arra, hogy többé váljon. De mi a baj? És ez nem a politikusokon múlik. És azért mondom, itt a politikusok, tehát mint egy, akár egy Macron, az Orbán, akár a Putyin, Xi Jinping, mondjuk az kínai császár, meg, de azért ő is, tehát gyerekek, itt már rég nem ezek fújják a passzát szelet. Tehát, hogyha itt megnézitek, itt ezek a cégek, amik ezek a túlpörgetett kapitalizmust nyomják, aminek az eredménye az LMBTQ. A gender, a bár, mert ez is ebből származik, hogy pont a Székely Sanyival beszéltem, a szolidaritásnak főnöke, hogy ő is rájött, hogy azért nőiesítik el a férfiakat is, mert a férfi magától nem vásárolna úgy. A nőt nem tudják eléggé elférfiasítani ahhoz, hogy ne költse el a paliának a pénzét különböző boltokba. De a férfit el tudják annyira nőiesíteni, hogy annyit vásároljon, mint egy nő. Vagy akkor megvásárolja kajába. Tehát a folyamatos vásárlást fenntartani akaró cégek, legyen az fegyvercég, gyógyszercég, stb. Ezek pörgetik, egészen addig pörgetik, míg föl nem robban tulajdonképpen ez a tudati bomba, amiben az emberek bele vannak hajszolva. Tehát itt a fő probléma ez. Ez. És amikor valaki mondja, hogy fúj akkumulátorgyár, meg fúj ez, meg fúj az, meg ez se jó, meg az se jó, és mondja a véleményét is, véleményformától véleményformálóig mondják a magukét, bazánk, ez nem ér semmit. Mert én kérdezem, hogy amikor a Puzsér sétáló budapesti polgármester jelöltként a Mustangjával ment az interjúra, akkor mit csinált? Amikor egy rendszerkritikus az akkumulátorra működő mobiltelefonjával gyártja a tartalmat, a Google által birtokolt YouTube-ra, vagy Rumble-re, vagy tök mindegy, hogy hova, Facebookra, TikTokra, Instagramra, akkor mit csinál? Tehát ki az, aki hajlandó bármit elengedni ebből a világból, amire haragszik? Aminek a kényelmi drogjának a függője. Ki az? Tehát, hogy ez mindene, még a kritikával is csak az algoritmust, a fogyasztást hízlalják az emberek. Most én is ezt teszem. Itt ez a platformon. Tehát lehet, hogy mondok egy csomó okosat, de még ugyanezt, ez a Matrixon belül vagyunk, és azt hízlalja a kritikus is, és az is, aki építi a Matrixot. Mindenki a Matrixot építi. És a Matrix filmet nézitek, hogy a felébredett emberek, ugye ott is van a Neo meg a többi felébredt, de a nap végén, mire véget ért a sorozat, mégiscsak visszamentek a Matrixba, és megegyezést kötöttek, mert feltételezték egymás, szükség volt egymásra. Tehát az igazi rendszerkritika, amit ember tudna gyakorolni, vagy csinálni, az az, a totális rendszer kritika, megint Lótusz útra, Fehér Lótusz útra, Buddha, és ott ült a Buddha, és ott ült 100 000 megvilágosodott, 100 000 Isten, 1 millió szerzetes, stb. Ült a Buddha, mellett ült Mahakásiapa, és várták, hogy a Buddha megszólalja, és fölmutatott egy lótuszvirágot. És nem szólt egy szót se, és mindenki megértette, hogy mit akar. Tehát, hogyha valaki valódi kritikát akar ez a rendszerrel szembe gyakorolni, akkor fogja magát, például leteszi a telefont. Leteszi a kocsit. Leteszi a kényelmi dolgokat. És limitálja a saját maga költségeit, a saját maga kiadásait, a saját maga fogyasztását. És a természet felé fordulva elkezd mondjuk úgy élni, hogy minél jobban együttműködjön az, és kilép ebből az egészből, mert ez a Matrix, amiben most vagyok, és én most is a Matrixot táplálom.
Fekete tükörben van egy ilyen epizód, mikor ugye ilyen csészébe, ilyen Petri csészébe csinálják ma az embereket, és az a munkájuk, hogy járnak és bicikliznek, úgy termelik az energiát a rendszernek. És akkor időnként kiemelnek egyet-egyet, mert ezek csak a tévét nézik a fülkéjükben, mikor épp nem bicikliznek, csak itt kiemelnek, az elindul egy tehetségkutató, megszavazák, és egyikből pornósztár lesz, a másikból ilyen izé, ilyen prédikátor, meg mesiás, mint a Magyar Péter, és akkor mondják, de továbbra is ugyanazt a rendszert szolgálják, a biciklizést. Tehát magyarán én itt most a Mátrixon belül vagyok, és a Mátrixon belül közlök veletek információt a Mátrixsal kapcsolatban, de azzal, hogy ezt megteszem, még mindig a Mátrixot hízlalom. És amikor ebből kilépek, és ezt itt hagyom nektek, onnantól kezdve nem csinálom ezt. A fogyasztással ugyanez van. Tehát amikor valaki rendszer kritikát akar gyakorolni, valódi kritikát gyakorol, akkor sajnos egy csomó mindent le kell tenni, amit napi rendszerességgel szinte észrevétel nélkül használ. Mert mondom, kőkemény, függő, drogos állapotban van az egész társadalom. És ezzel nem tudnak csinálni semmit az országok. Ezért mondom, tehát lehet haragudni a különböző rendszerekre, különböző hozzáállással állnak ehhez, meg berendezkedéssel, de itt már rég nem a diktátorok az urak. Azok csak sorba állítják a népet a maguk módján, hogy ezt a dolgot meg lehessen valósítani. De mielőtt valaki nagyon haragudna a diktátorokra, vagy akármilyen vezetőre, ha nem állítaná elő azt a helyzetet ennek az embertömegnek, hogy úgy fogyasszasson, ahogy most fogyaszt, és emiatt átkozódhasson, ahogy átkozódik, akkor bazd meg, fölakasztanának mindenkit ezek az emberek. Tehát én értem azt, hogy kimennek, hogy jaj, az egészség, meg ilyenkor, mindenki magyaráz. Ez ugyanaz, mint amikor Puzsér kiment kekeckedni most a Orbánnak a beszédére, és akkor ott ilyen 5-6-an, vagy 12-20-at mászkáltuk, és akkor az volt a vagányság, hogy fölzaklatták az ott levőknek a lelkét, és akkor ennek örültek, és akkor vágtak pofákat, meg csávónál már nagy baj van, mert mindenhol rángatozik az arca, tehát esküszöm, azt néztem, hogy még bántani is hiba, mert komoly problémák vannak, és hogy vannak vele emberek, akik együtt dolgoznak vele, beszélgetnek vele, és fenntartják benne azt az önbizalmat, hogy ő rendben van. Szóval ideje lenne szólni olyan embereknek, akikre hallgat, hogy megint nézen körül, és keressen segítséget, mindegy, hogy miért, de valamit csinál, mert nagy a baj. Lehetett látni ezen a videón is, de ott voltak 15-20-an, és egy rakás ember az interneten komment szekcióban mondja, hogy de nagy harcos vagy, Robi. Veled vagyunk, Robi. Ez mögé beállunk, Robi. Megyünk, Robi. De hova? Nem megy senki sehová. Tehát, hogy harcolunk az ellen, amiben élni akarunk. De csak szóba harcolunk, meg így az elképzelések szintjén, mert ez jól hangzik, hogy mondjuk, de nem tudunk tenni, és ha a rendszer megfosztana minket ettől, amivel harcolni akarunk, akkor mi lennénk a legjobban felháborodva, mert ez a körülmény, rendszer, amiben élünk, ez olyan állapotba kevert minket, hogyha ettől megfosztanak, akkor végünk van. Olyan, mint a heroinos legyalás. Az egész társadalmunk heroinos. És mi vagyunk a dealer, mi vagyunk a fogyasztó, mi vagyunk a függő. És próbálunk rendőrködni is, de nem megy, mert kőkemény függésbe vagyunk. És a gyerekeknek, gondoljatok bele, hogy minden szülő, köztük én is, ezt tudtuk adni a gyerekeknek, ezt a világot. És jön majd a elvonó, meg lesz legyalás, mert lesz akkor, amikor bám, bám, mert a bam, a nagy boom, az meg lesz, mert ez nem tud máshova kivezetni. Tehát itt a Mátrixon belül elmondom neked, hogy ez a spirituális utak lényege,
hogy a középre terel, a fogyasztási szokásoknak a mérsékelésére terel, és annyit vesz el, amennyire közvetlen szüksége van, tudatában annak, hogy nem tudsz többet kivenni, mint amit vissza kell rakni. Mindent vissza kell rakni. Tehát mikor azt hiszed, hogy nagyon gazdag leszel, és gondtalanná válsz, akkor visszarakod stresszbe, betegségbe, korai halálba. Mindenféleképpen vissza kell tenni, az egyensúly helyre fog állni. Ez a természete a dolgoknak, tehát mi egy olyan világban élünk, amit magunknak kikeráltunk. És most ilyenkor jön erre, hogy hát de hát a problémákat meg kell beszélni, meg lázadni kell, meg hát azért hogy mondjuk el a kritikát? Persze el lehet mondani a kritikát, de ez ennek a játéknak a része. Mert egyébként megmutatni csak cselekvése lehet, tehát pont erről szólt az Assisi Szent Ferencnek a története, ugye, aki kurva gazdag volt, tele volt lével meg minden, és egyszer csak rájött arra, hogy a világ nem erről szólt, levette a cuccait, elajándékozott minden mindenkinek, és ott hagyta a világot, amiben élt, és kiment az állatok közé az erdőbe remetének. És szent lett belőle. Azért, és hülyének nézték. De félre ne, azt hitték, hogy ő a fasz, akik ott maradtak. Holott ő már nem szenvedett. Ő elégedett volt, megtalálta a békéjét, a többiek, akik meg hülyének hitték, azok ugye, hogy dúskáltak, meg szenvedtek, meg háborúztak, meg áskálódtak, meg szerették egymást, meg gyűlölték, és ugyanúgy boldogtalanságba éltek. Tehát mindig mondom, ezért meg kell nézni a belső mértékegységet, hogy milyen szinten vagy elégedett az életeddel. Milyen szinten van a derűd. Hogy vagy képes elengedni dolgokat. Mennyire vagy ragaszkodásteli. És ez a probléma, és a kritika, mondom, az ebbe az irányba van. Az, hogy ezeket a felületi királyoknak, diktátoroknak, elnököknek, jogállamoknak a problémájával foglalkozunk, teljesen lényegtelen. Tehát most miről beszélünk? Greta Thunberg az nem repülővel utazgat, meg nem Teslával hurcolják, meg nem használ telefont, meg nem az interneten megy az információja. A hollywoodi sztár az nem játszik a filmben, nem úgy megy, mindent csinálunk, amivel a rombolást végrehajtjuk, akkor is, amikor éppen valamivel szemben, a rombolásra szemben fel akarunk lépni, csak azt nem csináljuk, ami a rombolást megszünteti, hogy egy pillanatra állj, és figyeld a légzésedet. Lélegezz be tizet. Úgyhogy 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. És ha elszúrod, kezd előről. Tér vissza a légzésedhez. Tanulj az életről. Ki csinálja? Ha mindenki elmondja, hogy mit mondott ez, mit mondott az. Nézzétek meg, egy vita, egy közéleti vita sokszor úgy zajlik le, hogy azon múlik, most már nem úgy megy a vita, például, hogy leülnek és beszélgál, az még egy szerencsés eset. Nem. Ül az egyik a saját csatornáján, és ugatja a mondandóját. És a másik ül a maga csatornáján, és ugatja azt. És ha megkéri a másik, hogy gyere, ugasd itt, nem ugatja. Csak elugatja, hogy nem ugatja. Na, tehát ha valamit lehet kritizálni, ez. És itt ezért mondom, mindenki kritikára érdemes, mert a rendszer maga az ember. Ezt kell megérteni. És akik vezető pozícióban vannak, azok ugyanolyan módon áldozatok, mint ahogy irányítók. Ennyi. Remélem, hogy kerek voltam, és érthető. Úgyhogy kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz!